Sziasztok, sziasztok! Egy újabb tekintes videóval érkezem. Egy picit félretesszük a Industrial Craftos energiaforrásokat, és egy kicsit rátérünk a Biocraftos energiaforrásokra, ugyanis hogyha tovább szeretnék haladni az Industrial Craftos energiaforrásokkal, akkor először meg kell tanulnunk hanem a anyagokat szállítani. Tehát beszélek én itt ércekről, valamint folyadékokról. Hát először a sima érceket fogjuk szállítani, vagy pontosabban tárgyakat, és ehhez nekünk szükségünk van csövekre. Csövet úgy csinálunk, hogy rakunk egy üveget le, és körbezárjuk stone-nal, cobblestone-nal. És így kezdve a cobblestone transport pipe, tehát cobblestone szállító cső. Lehet csinálni stone-ból is, és ez azért jó, mert így például nem kötődnek össze, hogyha mondjuk túl kevés helyünk van, és mondjuk egymás mellett két csövet szeretnénk vezetni, akkor így nem kötődnek össze. Csinálok a prezentációhoz kettő darab ládát. Valamint, hogy a ládába ki tudjuk szívni az anyagokat, kell nekünk egy szívócső is. Szívócsövet úgy csinálunk, ahogy a többi fajta csövet is, csak deszkákat rakunk köré. Valamint kell nekünk egy motor, ugyanis szívócsöveket egy motornak kell meghajtania. Ez az első Buildcraftos energiaforrásunk, ugyanis a Buildcraft az motorokat használ. Na már most motort úgy csinálunk, a legalapabb motort, a redstone motort, az redstone árammal megy. Csinálunk először is egy pistont, valamint csinálunk sima gírt, kettőt. A gírt azt így csináljátok, wooden gírt. Vagy körbe rakjátok ilyen stickekkel. Szét, és akkor berakjuk a pisztont, a két gírt, ide egy üveget, és felőre három darab deszkát. És kész is van a redstone engine-ünk. Valamint, ugyebár ebbe kell egy vörös áram, ahogy mondtam, egy respawn áram. Én egy kapcsolót szoktam használni. Ezt próbáljuk ki is élőbe. Igen, kint fogom bemutatni. Egyelőre. Mutatok egy sokkal szebb példát. Mondjuk menjen ebből a ládából. Ez a fajta. Ebbe a ládába. Majd meghajtjuk egy motorral. És így bekapcsoljuk. A motor így elkezd elindulni, és mindig amikor kiér egyébként ez a deszka így a végére, akkor szív egy itemet. Nem berakok pár cobblestone-t, csak hogy lássátok, hogy is működik. Igen, és akkor így átszállítódik mondjuk a kő. Később majd fogunk csinálni vízálló ilyen üvegeket, vagy ilyen csöveket, amit vizeket fognak szállítani, vagy nem vizeket, folyadékokat, elnézést. De egyenlőre nem mutatom, hogy lehet így szállítani mindenféle tárgyat, de legfőképp majd ércek szállításához fogjátok használni. És megmutatom nektek, hogy én mire használtam. Én arra használtam, hogy ide raktam egy ládát. Pillanat, máshogy mutatom be. Mondjuk, van 3 arany érc. Ide rakok egy ládát. Belerakok érceket. Átszívatom a macerátorba. A macerátor átmacerálja. Belemegy utána, itt van lent egyébként a elektronikus kemencénk. Belemegy utána a por a kemencébe, és úgy a ládába. No, most amire nagyon fontos, hogy figyeljetek, hogy a gépekbe mindig felülről menjen be a cső, a bemenethez, és a kimenethez pedig oldalra menjen ki a cső. Ez nagyon fontos, mert különben mindenféle problémátok lesz, nem fogjátok érteni, mi volt a gond, szóval ez nagyon fontos. És akkor így megy is a
kis porunkkal az elektronikus kemencébe. És már régetődik is ki. Amit még mutatni akarok, hogy Buildcraftban is van csavarkulcs. Én már csináltam egyet valahol, de most itt nincs nálam, nem baj, de megmutatom nektek, hogy kell csinálni. Úgy kell csinálni, hogy ugyanúgy csináltok egy wooden gear-t, mint ahogy előbb, elég egy, és körbe rakjátok cobblestone-nal, és így lesz a stone gear, és lesz szükségetek 3 darab vasra, sima vasra, nem kell refined, és ilyen csavarkulcs. Csak tudtok létrehozni. Ezzel tudjátok megfordítani a csöveket, látjátok, az a barna rész van, az azt jelenti, hogy onnan jön ki az anyag. Most azt meg lehet fordítani ezzel a csavarkulcssal, valamint a motorokat is el lehet forgatni. Ezzel. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog. Nagy előre szeretem már bemutatni, ez azért fontos, mert ez lesz az alapja annak, ahogy mi folyadékokat fogunk szállítani, mint például lávát és olajat, lávát, meg vizet. A lávát, a vizet azt majd industrial craftos gépeket is fogjuk alkalmazni, és majd, hát ezért volt szükség rá, hogy egyenlőre buildcraftos dolgokat mutassak nektek. Na, ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy végignéztétek, sziasztok!